Jó reggelt kívánok! A nyár utolsó hete kezdődik, augusztus 25-e van, hétfőn, használják ezt a nyári hetet ki, még hogyha tudják. Szép napot kívánok mindannyiuknak. Hatházi Ákossal kezdjük, a szekszárdi polgármester jelöltel. Jó reggelt! Az LMP jelöltjével mondanám, de hát ez már így önmagában nem igaz, mert annál sokkal szélesebb mögött az összefogás. Sajtóhírek szerint az MSZP és az Együtt PM is támogatja önt, aki ugye a trafikpályázatok ügyének kirobbantása révén vált ismerté, akkor még fideszes politikusként. Mint mondtam az előbb a bevezetőben, hogy azért ez egy érdekes ív, tehát a fideszes politikus létből két év alatt eljutott az MSZP által támogatott polgármester létig. Hogy érzi ebben a helyzetben magát? Szerintem én nem sokat haladtam, tehát én azt mondja, hogy eljutottam valahova, talán a politikai élet jutott el valahova. Én úgy érzem, hogy én nagyjából ugyanott állok. Az, hogy LMP-s jelölt vagyok, LMP-s jelölt vagyok. Az, hogy más ellenzéki pártok úgy döntöttek, hogy nem indítanak ellenem jelöltet, ez egy megtisztelő dolog. Néha már úgy kapom, hogy ezt szemre hányólag, hogy támogatnak más ellenzéki pártok. Én erre azt tudom mondani, hogy akkor vissza kellene ellépnem azért, mert más nem indít ellenjelöltet. Szerintem nem kell visszalépni. De a szemrehányosnak mi az oka? Hát miért nyilvánvalóan fideszes oldalról szemrehányólag kapja ezt az ember, de hát természetesen én ezt megtisztelőnek veszem, hogy úgy gondolják sokan, hogy az, amit én csináltam, az hiteles és fontos. Azt én jól gondolom, hogy fideszes korában jobboldali politikusnak, vagy jobboldali gondolkodású polgárnak gondolta magát? Én most is annak gondolom magamat igazán. Megnézzük akkor, én azt látom, hogy jobboldali párt, igazi jobboldali párt Magyarországon ma nem létezik. A Fidesz nem az, az a párt, amelyik államosít. Az a párt, amelyik azt mondja, hogy nem kell a verseny. Az a párt, amelyik azt mondja, hogy a profit nem kell, az nem jobboldali párt. Hát kora reggel van, ilyenkor az ember pirítós teszik, meg nincs felébredve, ilyenkor nagyon mély politikai elemzésekben nem tudunk bemenni. Én azt gondolom, hogy igazi jobboldali párt nincsen Magyarországon. Én egy politikai árvának gondolom magamat, és eljutottam az LMP-be, de ez nem egy árvaház. Lehetne azt mondani, hogy ez egy csúnya árvaház, ezt mondjuk, hanem egy nagyon rendes nevelőszülők vannak itten, ahol egyébként baloldalról is vannak politikai árvák, de nagyon sok rendes civil ember. Mert baloldal sincs? Nem csak jobboldal? A baloldal sem úgy működik, én szerintem, ahogy kellene, ezt látjuk, hogy az egészséges váltakozás, ami szerintem egészséges lehetne, egy jobboldali és egy baloldali váltakozás. A jobboldal rendbe teszi a gazdaságot, a baloldal jobban fókuszál a elesettekre, szegényekre. Ezt a váltakozást, ezt nem nagyon látom utóbbi időben, egy nagy keveredés van, nem nagyon látjuk. Elég nehéz szituáció szerintem, amikor egy magát jobboldalinak valló párt komoly baloldali populista politikát folytat, és ezt látom. Nagyon nehéz, ezt nem Szekszárdról fogom megoldani. Egy magát jobboldalinak gondoló politikus, most már ugye azt simán kimondhatjuk, hogy politikus, indult az országgyűlési választáson, és most indul a polgármesteri székén is Szekszárdon, szóval egy magát jobboldalinak gondoló politikus hogyan kampányol majd közösen az Együtt PM-mel vagy az MSZP-vel? Én írtam egy dolgozatot, amit ugye programnak szoktak hívni, annak adtam egy címet, hogy Mutyik helyett munkahelyet, és nyilván ez arról szól, hogy ne egyéni érdekeket nézzünk a szekszárdi politikában, hanem a közérdeket nézzük. Arról is szól, hogy azokat a döntéseket, amiket eddig egyéni érdekek mentén hoztak Szekszárdon, azokat vizsgáljuk fölül, és legyenek akár jogi következményei, illetve arról szól a program, hogy mit tehet helyi szinten egy politikus azért, hogy munkahelyek létesüljenek, hiszen Szekszárdon nagyon szép főteret, meg szökőkutakat építettek, de lassan ezt már maximum a turisták fogják pont ezt megnézni. Ez lesz a Fidesz érve a szekszárdi polgárok felé. Azt gondolom, hogyha erről beszélünk, hogy Mutyik helyett munkahelyet, ezt ugyanúgy egy jobboldali ember és egy baloldali gondolkodású ember minden további nélkül támogathatja. Én elküldtem ezt a programot a
az ellenzéki pártoknak, és nagyon pozitív visszhangja lett. Tehát akkor ő jelentkezett náluk, hogy induljanak közös jelöltként? Nem indulunk közös jelöltként, de ugyanakkor megbeszéltük ezt a programot, és én látom annak az esélyét, hogyha a ellenzéki politikusok nyernek a helyi önkormányzatban, akkor ez a program meg is valósul. Tehát akkor a papíron nem az lesz majd, hogy LMP, MSZP, Együtt PM, és majd a DK-ról mindjárt beszélünk, hanem az lesz, hogy LMP, és nem indul önnel szemben MSZP és Együtt PM-es jelölt? Igen, így lesz. Igen. És DK-s? Leszek. Ezt nem tudom. Úgy tudom, most a legutóbbi információk szerint, hogy DK-s jelölt sem indul, de ezt nem tudjuk, most még nem ebbe ellentmondásos Farkas hírek. Farkas Károly hírek szerint azt közölte egyes szerkesztőségekkel, hogy ők nem járulnak hozzá az önnel való közösködéshez. Volt ilyen hír is, volt másik hír is. Hagy térjek vissza egy mondatához, hogy mivel kampányol a Fidesz, mert ezt nagyon fontosnak tartom. Fontosabbnak, hogy itt hogyan nyerünk és hogyan nem nyerünk, az a fontos, hogy utána mit lehet csinálni. Ebben igaza van. Valóban azt látjuk, a helyi lap, a Szekszárdi Vasárnap tele van ilyen átadásokkal és ilyen hurrá optimista cikkekkel, hogy fejlődött a város. Fejlődött a város. Csak sokkal jobban fejlődhetett volna. Másrészt én, amikor megkérdeztem a gazdasági alpolgármestert néhány hónapja egy interpelációban, hogy mit tettek a munkahelyekért. Mert hiába fejlődik a város, hiába csinálunk gyönyörű szép főteret és szökőkutakat, hogyha nem lesz, aki oda kimenjen. Én közel lakom a főtérhez, gyakorlatilag az idő legnagyobb részében teljesen üres. De várjon, azt mondja, hogy jobban is fejlődhetett volna a város. Hogyan? Én azt szoktam mondani, mindig ugye a Facebookon megjelenik egy-egy, most ugye nagyon sok ilyen szalagátvágás van nyilván a kampány. Mindent át kell adni, és ugye ezeken a Facebookon mindig megjelenik egy-egy támogató köszönetnyilvántás, köszönjük szépen a polgármester, köszönjük szépen a polgármester. De azt szoktam magamba gondolni, hogy hát mit köszönünk meg, az, hogy csak azt köszönhetjük meg, hogy nem az összes pénzt tették félre, hanem a pénznek csak mondjuk egy 20-30-40%-át tették félre. Így tud az ember fogalmazni egyelőre. Beszéltünk itt sok... De ez mit jelent, hogy félretették? Beszéltünk nagyon nem olyan régen például az öveges programról, amikor 30-40 millió forintért csináltak egy kémia tantermet Szekszárdon. Ez is sok pénz, de összesen 300 millió forintot költöttek el például projektmenedzsmentre, meg tanterem foglaltságot nyilvántartó szoftverre. Akkor nem félretették, akkor jó esetben kidobták, rossz esetben ellopták. Úgy is lehet fogalmazni. Ebben van, például ebben az ügyben van egy nyomozás folyamatban. Vannak olyan ügyek, például ugye nemrég hallottuk szintén egy ilyen diadalmas nyitó esemény volt, hogy egy óvodát fognak bővíteni, és ott nagyon büszkén elmondták, hogy ez 120 millió forintba kerül. Ezt vissza lehetett osztani a bővítés négyzetméterével, kijött, hogy 360 ezer forint per négyzetméter. Rendkívül drága. Ezt mindenki tudja, hogy nagyjából 200 ezer forint per négyzetméterben már nagyon szép óvodát lehetne építeni. Én ezt nem mondom, de szép óvoda lesz, ez igen, is biztos, én, nagyon igen, szép. Én azt mondom, hogy amikor azt mondjuk, hogy köszönjük szépen, akkor mondhatnánk azt, hogy hát köszönjük szépen, hogy csak 160 ezer forint per négyzetméterre drágább. De akkor azt mondja meg, ugye ott volt Horváth István, ugye a Szekszárd polgármestere volt, és hát jelenleg is még az, de hát majd ez az őszi önkormányzati választás után nem így lesz, hiszen parlamenti képviselőséget nyert. Szekszárdiak tudják, hogy ő kicsoda. Ön azzal vádolt, hogy a trafik mutyiban nyakig benne van, ezt nem is nagyon tudta magáról lemosni, és mégis megválasztották, ez hogy van? A országgyűlési választásokon a elsősorban pártokra szavaznak az emberek. Ugyanakkor Horváth Istvánnak Szekszárdon jóval-jóval alatta volt a támogatottsága, mint az országos szinten a Fidesznek. Szekszárdon ő 35%-ot kapott körülbelül. Ezt én úgy tudom, nem is vette nagyon jó néven. Nagyon összetett, ezt nagyon sokat lehet elemezni, és megint csak én szerintem nem itt a pirítós, meg a narancslé mellett, meg a tej mellett fogjuk megoldani ezt a problémát, hogy az a választás hogyan alakult úgy, ahogy. Én azt gondolom, hogy a trafikügynek
is volt a következménye az, amit talán nem látnak jól a mostani kormányoldalnak drukkoló emberek, hogy azért nagyon jelentősen csökkent a Fidesznek a támogatottsága. Tehát, hogyha megnézzük a 2010-es és a 2010-es eredményt, legalább 600 ezer emberrel kevesebb ember szavazott a Fideszre. A külföldieket nem engedték szavazni. És sajnos én azt gondolom, hogy az ellenzéki teljesítmény sem volt olyan, amelyik viszont kihasználta volna. Ön most fog tudni nyerni október 12-én? Én azt gondolom, hogy jó esélyem van. Tehát, hogyha a országgyűlési választások eredményeit megnézzük, és ha valóban az ellenzéki pártok nem indítanak el nem jelöltet, akkor jó esélyem van. Ne becsülje le a reggeli tévénézőket, azért ültek oda, nem a tévé előtt, meghallgassák. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Köszönöm.